Babaszobarovatunkkal folytatjuk a délelőttet, és maradunk a mozgásnál, az egyéni és a csapatsportokról fogunk beszélgetni. Vita Ágnes gyermekpszichológussal. Szervusz, jó napot kívánok! Szép napot kívánok mindenkinek! Tehát nézzük meg, hogy egyáltalán hol kezdjük a sportolást, mert itt az előbb Norbi mesélt a túrázás kapcsán, hogy a múlt héten például 4 hónapos volt a legfiatalabb túracsoport tagja. Ez valahol azért a szülők felelőssége is, hogy itt a sportba vezessék ugye a gyerekeket minél hamarabb. Abszolút, tehát a gyerek akkor fogja megszeretni a mozgást, meg olyan mozgásformákat, amit a szülőktől is lát. Tehát, hogyha mi a fotelban ülve nyomkodjuk a távirányítót, és az a sport, hogy nézzük a meccset, akkor a gyereknek se igazán lesz kedve bármilyen sportra, hogyha elvisszük. Nyilván azért, hogyha talál egy jó edzőt, akkor azért tudja motiválni, de alapvetően a családi példa az, ami döntő ebben a kérdésben, és nyugodtan lehet már egész kiskortól magunkkal vinni, ha van rá lehetőség. Tehát ne az legyen, hogy mi elmegyünk mozogni, és ő rá meg vigyáz addig a mama, hanem nyugodtan vigyük magunkkal túrára, ültessük fel a bicikli hátuljára, később tanuljon meg velünk biciklizni, és menjünk együtt, tehát legyenek erre példái. Aztán talán ilyen óvodás, nagy csoport, vagy mondjuk kisiskolás korban jön el mondjuk a sportválasztásnak az ideje, és erre ugye különböző rendezvényeket is szoktak például létrehozni, hogy ilyen sportválasztó események, hogy a gyerekek megismerkedhessenek a lehetőségekkel, de azért itt is gondolom, hogy a szülőnek azért nagy befolyása van, tehát azért lehet terelgetni a gyerekeket. Na most itt jön a nagy kérdés, amiről a mai beszélgetésünk szól, hogy egyéni vagy csapatsport. Egyáltalán fontos az, hogy most mit sportol? Igen, fontos nagyon, és előre szeretném óvainteni a szülőket, hogy az emberek vannak mozgás preferenciák, hogy a kislányunkat szeretnénk látni, hogy táncol, meg ritmikus sportgimnasztikára jár, és lehet, hogy vannak olyan kislányok, aki esetleg jobban fogja magát érezni egy lány foci csapatban, sőt, hát oviban még egyébként sokszor a fiúk, lányok együtt focizhatnak az ovis fociknál, vagy esetleg élvezhet egy küzdős sportot, tehát, hogy ne akarjuk nagyon nemenként szétválasztani, hogy akkor a lányunk csak lányos sport, a fiúk meg csak fiú sport, illetve azért számít a testfelépítés is, tehát hiába próbálom az ilyen kis macis formájú, izmos kisrácomat, meg magas növésű kisrácomat nyomni olyan sportokban, ami esetleg annyira nem neki való, vagy az alacsony kisgyerekemet a kosárlabda irányába, azért fontos, hogy az alkatának megfelelő. Nyilván ezeken a sportágválasztó rendezvényeken meg ugye vannak ilyen felmérések, hogy melyik megnézik alkatra, és hogy mekkorára nőhet például a gyerek, meg milyen típusú az izomzata, melyik sport való neki, és egyre több szülő el is viszi ilyenekre a gyerekét. Ez inkább már a versenysportról szól, tehát lehet, hogy elkezd kézilabdázni, nem olyan alkat, és egy darabig nagyon fogja élvezni, de lehet, hogy egy idő után abba hagyja, mert esetleg az alkata nem olyan. Még itt a választásnál maradjunk egy kicsit, hogy mit okoz a gyermekek lelkében az, hogyha mondjuk egy fiús lányról van szó, és mégis azért anya, apa őt a művészi torna, vagy a tánc irányába vezeti, és mi a helyzet a fiúkkal, akik mondjuk nem tudom, köteleztünk a, nem tudom, valamilyen harcias sportra, mondjuk egy judóra, de ő meg helyette, nem tudom, vívni szeretne. Szóval nézzük meg, hogy ezek okozhatnak-e például az ő kis lelkükben töréseket? Hát igazából azt okozhatja, hogy esetleg nem lesznek benne sikerélményei. Tehát lehet, hogy egy darabig eljut benne, de mondjuk nem a legjobb, nem tud a legjobbak közé tartani, nem szívesen jár, állandóan nyúzni kell, hogy menjünk már. Lehet, hogy egyébként ott talál egy csomó barátot, és akkor a barátok miatt szívesen fog járni, de magát a sportot nem fogja annyira kedvelni, de hát ez lehet egy probléma. Nagyon sok kisgyerek abba hagy sportokat, tehát elkezdi abba hagyja, és ez nem baj, tehát mondanám a szülőknek, mert mindenki arra gondol, hogy elkezd egy valamit, amellett döntöttük, és akkor 8-ig, meg érettség, majd akkor végig csinálja. Nem feltétlenül szokott ez jó eredményt hozni. Igen, most próbálom a szülők oldalából vizsgálni, hogy mondjuk egy-két évig mondjuk az úszásért él hal a gyermek, megvesszük a úszósapkát, az úszószemüveget, a legújabb fürdőruhát, akkor utána mondjuk elkezdi a
kosárlabdát, utána két év múlva elkezd mondjuk egy másikat, tehát itt azért anyagi vonzata igen, is ennek van egy anyagi vonzata, nyilván vannak azért olcsóbb sapkák, tehát egy úszós sapka, az amúgy is a gyerek egy évben többet elhasznál, tehát így is úgy is kéne venni. Éppen pont az úszás az az alapsport, amire minden edző azt mondja, hogy nyugodtan minden kisgyerek kezdje el, tanuljon meg, legyen vízbiztonsága, tanuljon meg úszni, ismerje meg a vizet, ráadásul egy csomó mozgásszervi funkciót iszonyatosan jól fejleszt az úszás, tehát hogyha ő nem fog versenyezni, hanem csak úszik és szereti, és esetleg később majd felnőtt korában eszébe jut, hogy buvárkodna, vagy ilyesmi, amihez majd kell, az az alaptudás. A tüdőkapacitást hihetetlen módon fejleszti, és ez csak 10 éves korig érvényesül ez a hatása az úszásnak. Tehát éppen ezért az úszást még annak a gyereknek is érdemes kipróbálni, aki egyébként aztán valamilyen küzdősportot szeretne, vagy focizna, vagy bármi más. Na most az úszás az tipikusan ugye egy egyéni sportot, nem lehet mondjuk akár az edzés közben beszélgetni, mert az ember, hát hogy mondjam, a víz alatt van, és el van foglalva a mozgásával. A csapatsportokat, ha nézzük, az hogyan erősítheti itt a gyerekeknek a jellemét, a küzdő szellemét, az összetartozását, mert azért gondolom csupa-csupa előnye van a csapatsportoknak. Igazából mind a kettőnek van előnye is, hátránya is. Vannak olyan gyerekek, akik már a játszótéren meg lehet figyelni, hogy már 2-3 éves korban beszervezi maga mögé a többit, és ő mondja, hogy mit csináljanak. Ő valószínűleg egy egyéni sportban sokkal jobban fogja érezni magát, vagy ha csapatsportba visszük, akkor ő akar majd lenni a csapat kapitány, tehát ő nem lesz ott egy ilyen csapatjátékos, hogy együttműködök, hanem mindig arra fog törni, hogy én legyek az, aki vezeti. Vannak olyan sportok, egyébként csapatsportok, ahol ez egy előny, de jellemzően az ilyen gyereknek jobb, hogyha egyéni sportágat választ, mert akkor ott ez a küzdeni akarás, ez nagyon jól fog működni. Kérdés, hogy az edzők mennyire szeretik az ilyen gyerekeket a csapatukban, nem? Azért nehéz lehet igen, velük. Igen, vannak olyan sportágak, ahol ez jó, hogy van egy ilyen gyerek, és akkor, tehát ismerettségi körben is volt olyan gyerek, aki nagyon ez a küzdeni akarok, és bekerült egy hoki csapatba, ahol aztán ő lett a kapitány, és meg a egyéni szerepekben is ő mindig jobbat akart, és ugye, hogyha ez van egy edző, aki támogatja, akkor ez nagyon jó tud lenni. A visszahúzódóbb gyerekeknél szokott fölmerülni inkább, hogy most akkor legyen egyéni sport, és akkor ott majd ő ki tud teljesedni, vagy kerüljön be egy csapatba, és akkor ő majd ott csapatjátékos. Mind a kettő jó lehet neki, tehát nincs olyan, hogy egy visszahúzódóbb gyereknek csak az egyéni jó, vagy a csapatsport, hanem mind a kettőben találhat olyanokat, ahol tud fejlődni. De nincs meg annak a veszélye mondjuk egy csapatba kerüléskor, mondjuk egy ilyen csöndesebb, introvertált gyereknél, hogy majd elnyomják, és hogy majd ő lesz az, aki nem tudom, edzés után összeszedi a labdákat, és nem tudom, ő lesz majd kicsit az ilyen szertáros gyerek. Hát. Igazából igen, ilyen veszélye lehet, attól is függ, hogy melyik sportágról beszélünk azért, mert vannak olyan sportágok, viszonylag sok játékos van egy csapatban, és mindenkinek megvan a szerepe. És lehet, hogy mondjuk egy fociban egy visszahúzódóbb gyerek zseniális kapus lesz, és mondjuk nem ő lesz a csatár, de az is lehet, hogy ő lesz a csatár, aki csak arra fókuszál, hogy bevigye a gólt. Tehát, hogy meg kell látni, hogy ő neki kell egy kicsit tanulnia erről a csapat dologról, egy visszahúzódóbb gyereknek, és lehet, hogy egy sportban ezt jobban meg tudja tenni, mint egy közösségben, tehát mint egy iskolai közösségben, ahol mindenki csinálja a saját dolgát, meg van egy előírt dolog, míg egy bármilyen sportcsapatban ott szerepek vannak, és valamelyik szerepbe kell neki belépni. Lehet, hogy egy ilyen közösségben ő jobban ki tud bontakozni, mint mondjuk egy iskolai közösségben visszahúzódóbb lesz. Mi a helyzet egy nem jól megválasztott sporttal, hogyha mondjuk a gyermek folyamatosan ilyen kudarcokat él meg, mert kicsit bénácska mondjuk a labdával, olyankor a szülőnek mikre kell odafigyelni, vagy melyek azok a jelek, amiket ilyenkor a gyerekek produkálnak, és akkor gondolom hamar döntést kell hozni, hogy mondjuk akkor elviszünk, nem tudom, egy másik igen, edzésre. Mindig, amikor elkezdünk egy új sport, a saját gyerekekről is tudom, akkor van egy ilyen elkesedős időszak, hogy mennyire szeretem, milyen jó járni, és aztán ugye jön az, hogy már hetente kétszer kell menni, vagy bizonyos sportágoknál háromszor, és akkor ugye rájön, hogy ez mindig van.
van, és már elmúlik az újdonság varázsa, és ilyenkor meg lehet, hogy szerez néhány kudarcélményt, meg rájön, hogy ő nem tud lemenni spárgába, például a küzdősportoknál egy kötöttet bizomzatú fiúnál lesz probléma, vagy a kislányoknál nem vagyok olyan rugalmas, mint a többiek, nem megy olyan jól, vagy nem bizonyos dolgokban nem vagyok jó, vagy ami még szokott lenni, hogy nagyon határozott az edző, és a kisgyerek megijed az óvodásoknál, ez nagyon gyakori, meg az ilyen érzékenyebb gyerekeknek, hogy egy kiabálós edző az hú, a nem jó edző, pedig egyébként lehet, hogy egy jó edző, csak őt megijeszti a kiabálás, és ilyenkor elkezdődik a nyafi. Tehát ez szokott lenni az nem akarok menni, nincs kedvem menni, fáradt vagyok. Néha nem is a sportág ellen szól, ezt kell eldöntenünk. Van olyan, hogy egyszerűen csak az, hogy mondjuk hetente kétszer-háromszor óvoda, iskola után kell menni, egyszerűen fáradt a gyerek. Ilyenkor esetleg meg lehet nézni, hogy nincs-e hétvégi opció ugyanarra a sportra, mert hát ha csak az a probléma, hogy iskola, óvoda után van, és ő neki már nincs kedve. És hogyha nagyon nem, tehát hogy azt szoktam mondani, hogy az első egy-két nyafinak azért még ne engedjünk, hogyha hetek óta tart, és nincs kedve, nem motivált, kérdezzük meg az edzőt is azért, hogy ő mit gondol, ő hogy látja, nyugodtan hagyjuk abba. Tudom, hogy rossz, mert beszereztük, meg megvettük, nálunk is ott maradt néhány focicipő az egyik gyereknél, mert ő nem szerette, a másik meg járt tovább, de sajnos nem jó erőltetni, tehát azt ne akarjuk, hogy akkor csináld mindenképpen iskolás korban, ott már lehet vele szerződést kötni, hogy legalább a fél év végéig jár, és mondd meg, hogy akkor van-e még kedved. De gondolom, hogy mondjuk ilyenkor a gyerekek azért produkálnak olyan tüneteket is, mint mondjuk, amikor nincs kedvük iskolába menni, vagy jön mondjuk a matematika témazáró, hogy jaj, fáj a hasam, vagy fáj a fejem, és akkor jó, akkor inkább maradj itthon. Tehát itt azért ilyen taktikák is vannak, gondolom. Igen, ilyenek is lehetnek. A sportoknál ritkán, meg szerintem az ilyen külön óráknál, hogy ennyire ilyen testi jelek, inkább ez a nyafi, hogy nincs kedvem menni, meg már nem szeretem, meg ez, meg az, és az egy kicsit utána kell itt is járni, hogy az edzővel van a gond, vagy a csapattársakkal, vagy valami nem megy neki. Sokszor a gyerekek, pláne óvodáskorban, de kisiskoláskorra is jellemző, hogyha egy valami nem megy, akkor már így megrettelhetnek, hogy ott volt egy kis kudarc élményen. Akkor viszont itt megbíztatni, bátorítani kell, érdemes ilyenkor tényleg az edzővel is konzultálni, és én nem is gondoltam bele, vagy számomra olyan meglepetés volt, hogy itt tényleg az is fontos, hogy milyen az edző személye. Nagyon tehát fontos. Itt a kölcsönös szimpátia, az tényleg elengedhetetlen. Abszolút, tehát hiába úgy tűnik, hogy nagyon sok szülőnek a fejében ott van ez, hogy versenysportolni kell a gyereknek, és ezért olyan egyesületet keresnek, meg olyan csapatokat, ahonnan tudom, kikerült már világbajnok, vagy Európa-bajnok, vagy olimpikonok, és stb. És nem biztos, hogy az az edző egy óvodást úgy tud motiválni, vagy az én óvodásom úgy reagál, van az én kisiskolásom arra az edzőre. A kamaszkorban egyébként, meg egy kiskamaszkor felé haladva, meg egyre inkább a csapattársak a fontosak. Jó, ha van egy edző, aki szimpatikus, de ott hogy haverok. Velem egykorúak vannak-e, meg szimpatikusak-e azok a velem egykorúak? Szóval átfordul végül is egy idő után, nem mondjuk az edző vagy a mozgásforma szeretete miatt lesznek motiváltak a gyerekek, hanem pont a közösség miatt. Pontosan, tehát kamaszkorban például a csapatsportok nagyon motiválóak tudnak lenni. Tehát még hogyha kevésbé szerette is a mozgást a gyerekünk kisebb korban, kamaszkorban a haverok meg a csapat meg az összetartás kedvéért nagyon szívesen eljárnak sportolni, csak olyan közeget kell találni, ahol ő jól érzi magát. És akkor még zárójelben jegyezzük meg, hogy azért mondjuk az egyéni sportok többségénél is azért ilyen csoportos edzésekről van szó, tehát itt nem kell feltétlenül persze, ilyen magányos sportosokra gondolni. Abszolút, tehát ott mint egy úszásnál is találkozik másoknál, de hát a legtöbb egyéni sport olyan, hogy többen járnak együtt és csapatban dolgoznak, úgyhogy ott is a társak nagyon sokat számítanak. Az edzőre még egy pillanatra visszatérve, a kisebbeknél hasonló, mint egy tanítónéni, meg óvónéni választás. Tehát, hogy valaki, akit úgy érez, hogy tud hozzá kötődni és bízni benne, az lesz a jó edző. Egy ilyen ikon, igaz? Igen. Ági, köszönöm szépen, hogy ismét itt voltál nálunk, és beavattál minket itt a sportok pszichológiájába. További jó munkát kívánok köszönöm. Neked.